álmából kikörtébe be ez a kukac élete. Mindenhova bemászik, ott van a szilvában, ott van a málnában, ott van a barackban, ott a megyben, bírsben, ott az e-mail címben. Kolozsvári Koinónia kiadótól hoztunk nektek egy verses kötetet. Bertóti Johanna első verses kiadványa ez. Nagy örömünkre szolgált, hogy van egy olyan új hang, amelyik különböző hagyományokat saját képére képes formálni, a saját stílusára, és nem csak egy ötletet, hanem számos ötletet mozgósít ahhoz, hogy a kicsiket megnyerje. Hogyha kinyitjuk a kötetet, akkor rögtön, mintha óvodás jelekkel találkoznánk, nagy színes felületek, és a matéria is jól látszik, tehát a felszín, az anyagiság az megmutatkozik, és ettől van egy olyan játékos hatásuk, mint hogyha vízfestékkel vagy zsírkrétával rajzolták volna gyerekek. Pali, te hogy olvastad? Hát én, tehát nekem nagyon sok minden tetszik ebben a kötetben, például az, hogy meg van komponálva. Tehát egy olyan verssel kezdődik, ami a versírásba fut. A csattanója a versnek az, hogy most íródik egy vers. És az utolsó vers pedig az, hogy útra való, azaz elbúcsúzik valahogyan az olvasóktól. Tehát ebben olyan tudatosság van, ami szerintem nagyon-nagyon jó. És egy olyan kompozíció sejlik föl, meg olyan gondolkodás sejlik föl, ami jóval túlmutat a pusztán gyerekvers céljain. Amikor valaki csak ügyög, és azt gondolja, hogy a gyerekeknek csak ügyögés való, akkor szerintem egy picit lenézzük a gyerekeket, mert a gyerekeknek ezek a dolgok is talán egyre inkább jelenteni fognak valamit, hogy valami elkezdődik, valami befejeződik. Nagyon tetszettek azok a pici, rövid verszakból álló kis költemények, amelyek nem valamely nagy motívum köré rendeződnek, hanem egy hétköznapi esemény, vagy a gyerekek világából egy hétköznapi tárgy köré rendeződnek, ugyanakkor valami kis humort, vagy valami kis sajátos színt visznek ebbe a hétköznapiságba. Formailag nagyon sok színű a kötet, tehát. Így van. A klasszikus időmértékes verseléstől kezdve van benne rendes, ilyen magyaros, szótagszámláló, ütemhangsúlyos versés, tehát azt hiszem, hogy nagyon... Igen, mondókák és szabad versek is vannak. Igen. Az estével beszélgettem, nyúló árnyék a magányom, négy madár járkál a kertben, a friss hó csupa madárnyom. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó verszak. És amikor megvillan egy ilyesmi, egy gyerekeknek szánt kötetben, akkor ott tényleg egy költő rajzolódik ki azért a háttérben, és azt szerintem nagyon jó, hogyha a gyerekverseket is költők írják. Ebben egyetértünk. Zengővári Judit, aki illusztrálta ezt a kiadványt, ugyanezt a játékosságot hozza, tehát az, hogy lények népesítik be, stilizált geometriai formák köszönnek vissza újra és újra, és nagyon kontrasztos erős színek, és nagy vonalak, amilyeneket az óvodások is rajzolnak nagy mozdulattal, nagy foltokban, mert ez is nagyon színesíti, vidámítja a kötetet. Van ez az Állati hangzavar című vers, amiben hát minden lehetetlenség van, tehát a nonszenség, de a vége az, hogy néma a papagáj. És ez megint nagyon-nagyon finom kis csattanó, hiszen a papagájtól azt várjuk, hogy vissza, tehát hogy utánozza azt, amit az ember szokott mondani, és ott tehát hogy minden ki van fordítva, itt még a fordítás is egyet fordít, ami szerintem nagyon szórakoztató dolog. Állati hangzavar. A csíben mekeg, ugat a héja, a kakas brekeg, remeg a taréja. Víjjög a csikó, béget a hód, vonyít a rigó, fénylik a hold. A ló kotkodácsol, a hernyó kopácsol. Dalol a rackanyáj, néma a papagáj. Ez tényleg nagyon jó.